Üdvözlöm a kedves nézőket itt Kenta beszélő, és folytatjuk a My Little Pony Game Notot. Na, legutóbb ugyebár ott hagytuk abba, hogy megálltunk a Crystal Empire küldetésekben, és a Crystal Pont a frissítés küldetéseiben ugyanis ki kellene rakni az 50 gemes termelőt, és meg kell szerni hurikánparancsnoknak a jelmezét, de ettől függetlenül van egy pár olyan küldetés, amit meg tudunk csinálni. Innen fogjuk folytatni. Na de, mielőtt tényleg belevágnak a dolgokba. Szeretnék mutatni nektek egy igen érdekes és exkluzív, úgymond, tehát úgymond exkluzív dolgot. Nem ezt, mert ezt biztosan láttátok. Ugyebár van itt ez a bundle. Na most gondoljátok, hogy itt most milyen bundle lehet. Hogy valami olyan bundle, ami... hogy is mondjam? Tehát, hogy olyan bundle, ami két póni tartalmaz egymagába, vagy nagyon olcsó a póni, vagy olyan... karaktert, amit még nem látunk, és tényleg igényt tartok rá? Hát, valami hasonló. Ez a bundle fogad minket. Welcome her Royal Majesty. Get a Royal Bundle. Igen, jól látjátok, 65%-os kedvezen meg lehet szerezni Celestia a hercegnőt, azt a kristály skulptúr, vagyis hát nem tudom, ez ilyen kristály szobor, meg 300 szívet. Na most, ugyebár ilyet nem szoktam csinálni nagyon, de úgy döntöttem, hogy előttetek meg fogom venni, de hogy ne lássátok addig a számot, addig nézzétek meg ezt a jó kis távirányítót. Csak azért, mert nem akarom, hogy ebből baj legyen. Igaz, hogy csak az utolsó számjegy látszik, de nem akarom azt is látni, hogy nem akarom, hogy lássátok, mondjuk a Samsungot, azt nem kérem, ez copyright, de mindegy. Na, megtörtént a sikeres fizetés. Már csak meg kéne várni, hogy beadja. Úgyis, ah, congratulations, 100 VIP pont. És már meg, nekem is végre megvan Celestia a hercegnő. Tudom, hogy nem szoktam ilyen, tudom, hogy már mondtam, hogy ki akarom durantani Celestia a hercegnőt, már csak 128 VIP pont kéne. De elegem van már abból, értitek, hogy befizetek gemeket, már nem is tudom már, vagy legalább 1000 gemem van a balompopba, és egy fia alkalommal nem tudtam megszerezni Celestia a hercegnőt. Most végre meg tudtam szerezni. Pardon. Úgyhogy az első és legfontosabb dolog, amit fogunk csinálni, az, hogy most kirakjuk őt és Luna hercegnőt végre. Nem ide akarom. Igen. Ide akartam tervezni, de úgy tűnik, hogy ide nem tudom lerakni most. Mert ahhoz ki kéne ásni. Jó. Várjunk egy picit. Ezt a standot addig elhelyezem máshova. A balompop standot. Csak azért, mert most jut eszembe, hogy ide ennek a helyre be tudom rakni. Addig szerez mindig a Celestiát és Lunát. És így végre megérkeznek a hercegnők. Mert még megvan a bónuszom, ezért le is rövidítjük. Lola, semmiből ugrottak elő, láttátok? És azt tudjuk, hogy Celestia hercegnek van hangja. De nem így. Nem így. Oké. Okay. Will you accept my friendship? Igen. Celestia megvan. És Luna is. Végre. Szóval nekem is már végre megvannak a hercegnők, úgyhogy... addig be tudom lakni, rakni. Celestia hercegnőt Lyra helyére, és Lunát pedig ide. Pont így terveztem el, emberek, ezt az egészet, elmondom nektek, hogy ezt pont így terveztem el. Jó, hát legalább most már végre megvan Celestia a hercegnő, nekem is. Még ha ezért tényleg most pénzt kellett kijönni, de nem érdekel, mert láttátok az összeget. Nézzétek meg! Itt van ez a 120-as, ez a 120 gemes bundle. Ez pont annyi, mint amennyi most Celestia hercegnek volt az ára. Tehát igazából, ha úgy nézzük, akkor meg tudtam venni 120 gemért Celestia hercegnek. Ez annyira olcsó kedvezmény szinte, hogy ez már, na, értitek. Na de még van egy feladatunk, mert láttátok, hogy még van egy csomagunk is. Így van, 60 gemit ír most a markomat. Ami pont jó lesz, mert akkor ezt a 60 gemet most nem duranásra fogom elkölteni, hanem másra.
Mégpedig arra, hogy megszerezzem Hurikán panasnoknak a jelmezét. De várjál, nem arra kell menni Kenta, hanem arra rövidebb. Köszönjük, Emese. Akkor vissza. Nem tudom, hogy ezt miért csinálja különben. Ez, nem tudom, ez már egy ideje csinálja velem, de nem baj, hát most nem érdekel emberek, mert megvan, szerezti a hercegnő, szóval igazából nem izgat a dolog. Na, már csak annyi kéne, hogy betöltsön a játék. Megnéztem akkor a évadzáró, hát nekem az évadzáró volt a 24. rész, addig elmondom, amíg itt tölt. Hát igazából sejtettem, hogy az lesz, hogy Rainbow Dash és Twilight fog pardon, elmenni valahova. Hát Clotsdale, nem Clotsdale volt, hanem a Vanderbolt-osoknak a akadémiájába, valami olyasmi, igen, tehát ugye fölmentek. Mivel, hogy ott két olyan póni volt, akinek a barátsága került bajba. Nem tudom név szerint most így melyik volt az, mert azt tudom, hogy az egyiknek ilyen a trükkökkel volt probléma, hogy nem tudott rendesen fordulni, és a másik pont ebben segítette őt, de nem akarta neki elár, nem mondta el neki soha, mivel nem akart neki nem akarta összetörni a szívét, vagy hogy volt. És ezen kellett segíteni, ami megtörtént, tudja, ami megtörtént, gondolhatjátok. Jó, szóval jó lenne ezt így ledurantani, tudom, de nem arra fogom költeni, ahogy mondtam, hanem arra, hogy most megszerezzük Hurikán panasnoknak a jelmezét. Hát remélem, hogy ebből a jelmezből kijön valami. Na nézzük csak az mennyit. Jelen nekem 12. Így is van. De még ez mennyi kéne? Akkor 12, ez na, 1-2, jó, nekem most nem kéne, addig ezt kikraftoljuk. Most jön a harmadik, úgy is van, ez így 4, csak virág kell nekem, meg egy szalag, és akkor ez így 5. Azaz, 3 virág zsinórban, ez az, haladunk, na még 2 kéne. Most elmondta elszámoltam volna az. Igen, és akkor még egy szalag, úgymond. Jó van. Még egy szalag kéne, és akkor már jó is leszünk emberek. Csak egy szalagot adj nekem. Virág az már van, tehát most már csak egy szalag kéne, értitek? Nem is szalag, hanem cérna. Úgy is van. Akkor meg is van a jelmez, ugyebár. Na. Azt tudom, hogy Rainbow Dash az dolgozik. Mennyire dolgozik még? Még 40 percig. Jó. És akkor még maradt 5 vengemem. Ami vicces! Na, akkor irány a kristálypalota. Ez a bánul pont most jól jött ki nekem ez a lépés. Hát Flyhátor sajnos nem lett meg, de itt van legalább szereszti a hercegnő is, meg van nekem is végre, visszajött, nem csak a telefonomra, de... Will you accept my friendship? Ezt már hallottuk. Will you accept my friendship? I'm Princess Cadence. I'm Princess Cadence. De én Celestiát! Igen, Lunának nincs sajnos hangja. Aha, Crystal Castle. Nem csak mondod információt. Princess Celestia is the ruler of Equestria. Responsible for rising the sun, moon and stars. She is also Twilight Sparkle's mentor. Azt értem. És Lunára mit ír? Azt nem is olvastam el. Formerly Nightmare Moon, Princess Luna is the younger sister of Princess Celestia, ruling over the moon and the stars. Luna helps Celestia oversee Equestria. Hát, hogy belátja egész Equestriát.
Will you accept my friendship? You need to make some friends. Na ezt akartam hallani, ezt a you need to make some friends with me. Will you accept my friendship? You need to make some friends. You need to make some friends. Igen. Jó. A termelő az elkészült. Jó. Akkor ebben az eset... Most akkor megvan? Ja, csak ennyit kell csinálni. Jó. Akkor egy olyat viszont most így gyorsan csinálunk emberek, hogy ezeket learatjuk. És... sikerült megcsinálnom. Eddig nem nagyon sikerült ezt régen megcsinálni, mint ahogy régen ezt megcsinálni. Na, oké. Így legalább elkezdjük ezt a küldetésort, nem pont ezt, hanem ezt. Igen. Jó, és akkor fejezzük ezt a küldetésort be. Új feladat van, mert közben meg utána néztem, mert közben megjelent a játék, megjelent a játékon ez a verziója, tehát hogy most ezek a küldetések, és egy pillanatra úgy néztek ki, mint hogyha nem kristály formában néznek ki a pónik, de különben úgy néznek ki, jó. Szóval igen, akkor ez a küldetés letudva. És még legalább most már nekem is megvan szerezni egy cégnök. Igaz, hogy sajnos 2300 forintom ráment, de inkább megveszem így bundle-be, mintsem azt mondjam, hogy ne értitek. Az a baj, hogy ezt meg kéne válnom némból, és akkor ma megint két videót fogok csinálni. Mert hurikán panastok, azt láthatjátok, hogy... Na, addig megyünk elmegyünk Svitepölék közbe. Tudjátok, a tokenek miatt. De várjunk, van itt egyáltalán olyan, hogy token... Ez mi? Join us Facebook. Ja, mert nekem ahhoz... Jó, de hát mi nem törtöm le megint Facebookot, mert akkor belaggol a tabletem. Oké, végre már megvan szerezni a hetszegnek, akkor már csak egy póni van hátra, a két meg kéne szereznem a balonpoppa, az nem más, mint végre fotófinish. Ugye már? Nem ez? Igen, láthatjátok, hogy már szerezni a hetszegnek. Eltűnt, de attól még a képe itt van. Tudjátok, hogy nem úgy képe, nem rossz indulatban mondom, csak hogy ide van még téve, mert egy csomó póni, aki ide van téve. Aha. Hát jó, ez a póni már nem lett. Ez a póni már nem okoz nekem több fejfájást, ugye bár, ha úgy mondhatok ilyet. Már elnézést. Na. De még visszamegyünk először még kristálypalotába. Vagy... Nem lesz a kentelódba. Nem is tudom, mióta csinálom a videót. Valamit azért fogok csinálni. És itt vannak a hercegnők is. Jó, szerezti a Luna Discord, így jó lesz. Jó, szóval nem tudom, hogy Tomo hogy szerezte meg szerezte játszanyot, azt hiszem, szerintem ő úgy szerezte meg, addig visszamegyek még gyorsan Ponyville-be, még aratni több tokent is. Szerintem Tomo úgy szerezte meg szerezte a hercegnőt, hogy valamikor, amikor a játéknak volt az a kedvező, amikor évfordulója volt, és úgy vette meg, vagy nem tudom, lehet, hogy amikor olcsóbb volt, és úgy vette meg. Blackit, azt tudom, hogy azt videón kívül vette meg, amikor le volt értékelve, nem is tudom, olyan 70%-os kedvezője, vagy mennyi, mert akkor még 900 gembe került szerezni a hercegnő. Jó, most meg már nekem is végre megvan. Itt el kéne kezdeni másni dolgokat, igaz? Például ezt. Minimum. Ezt nem tudom, hogy Lunának még nem raktok be egy hangot. Pedig jó lenne, hogyha beraknának, nem mindegy. Jó, az ott pont jó lesz. Tehát most... Lyrát még nem is raktuk be, igaz?
Hát csak be kéne rakni a pónikat dolgozni, így az egész feladat. Igen. Rájárt, azt be kéne rakni valahol, azt tudom emberek, csak nem tudom hova. Ja. Elnézést, hogyha csöndben vagyok, csak tényleg azon filozofálgatok, hogy hova rakjam be. Hát azért berakom a D-spa-ba. Csak hogy legyen valahol helye, hova be tudom őt majd rakni. Nem tudom megunni emberek azt, hogy nézem Celestia hercegnőt, mert azért tényleg ő is már mióta kívánkozik arra, hogy megszerezzem így tabletemre. Ha most már legalább teljesült az álmom, tehát egy problémával kevesebb. Ugyebár... Na még visszamegyek a Decantalodba. Eléggé furán belaggolt a játék. Tehát az egyik fölküldetés az kész van. Kristálypalotában. De milyen érdekes, hogy minden pony így hirtelen megáll. Meg a hamis találjátok is. Szombra király az hol van? Őt meg akarom nézni. Ott mászkál ő felsége. Na jó. Csinálni fogok egy pár pónit, nehogy azt higgyétek, hogy nem csinálok. Csak előbb ahhoz föl kell mennem a kristályfalotába. Mert úgy döntöttem, hogy ha még ennyi gemem maradt, mert 50 gembe kerül, azt akkor mondjuk most elköltöm a... Mert azt hittem, hogy többe fog kerülni, hogy megszerzem hurikánpanasnokok a jelmezét. Ugye nem fogsz kidobni még egyszer? Jó. Azt hittem, ez tényleg többbe fog kerülni, de nem. De ennyi a feladat, hogy csak meg kéne szerezni a jelmezt. Hát az megvan. És akkor már csak azok a feladatok vannak, hogy ebből kell adatni ötöt. Tényleg várnak egy pillanat? Ez mennyi idő? Jaj, miért nem viszed be? 8 óra. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. Így van. Köszönjük Nagy Feró. Azt hiszem ő énekelte, mert a Beatrice-nek ez a száma az. Jó. Na, akkor ez az. Ezt addig kirakjuk. Utolsó termelő, ami még így fontos. Ide nem tudom kirakni, igaz? Hát ide pont nem. Mi ez a ugrabugrálás? Mindegy, elég ide kirakom valahova. Your official YouTube channel is live. Az mit jelent, hogy live? Megy élővetítés. Szóval hogy lehet erről élővetítést csinálni? Jézusom, ennek is 5,5 óra kell. Mi ez már megint? No, mindegy, nem is érdekel. Akkor már csak két küldetésünk maradt. Ugyebár. Ez mi képül. Ezt még learatom. És akkor mikor majd ezzel is elkészülök, még visszajövök ide. De hogy azért ne legyen tényleg ilyen unalmas az a játék. Még az ott, igen, az ott Luna hercegnő. Hol a nővéred, Celestia? Ott a hercegnő. Jó. És akkor ebben még belemegy Flurry Heart is. Ami nem tudom, hogy hogy fog megtörténni, mert az a bandul elment. Majd a jövőben mi megszerzem. Az a lényeg nekem, hogy már csak 62 póni kell. Ha meg lenne Flurry Heart, akkor... Meg lenne már több póni, mi csak tudjátok, hogy a játék a szemét húzásai miatt nem jött össze egy pár póni. Ha mondtatok ilyet, hogy szemét húzás. Na mindegy, ne is beszéljünk ilyet, inkább úgy mondom, hogy aljas húzása volt tőle, hogy így átvágja az embereket, hogy nem engedi, hogy nem
ad esélyt, hogy megszerez a Pony, na mindegy. Szóval visszajöttünk Ponyville-be, amit nem mondtam, és tudjátok, hogy mi következik most? Szerintem az lesz, hogy az egyik bónuszt azt most így elnyomom a rára. Csak hogy haladjak vele. Pardon. Szóval, ennyi lenne a történet, amit elakadt a 24. része kapcsolatban, mert ott tartottam még a játék töltőt. Egészség! Közben valaki tüsszentett. Csak azért. Na. Igazából nem tudok mit más mondani ezzel kapcsolatban. Ne kapkodják ente, azért össze tudod kötni. Jó, csak szeretném minél hamarabb meg csinálni. Jó, ez így jó lesz. Most lesz meg rá 5 csillagos, igaz? Ne, ebből csak egy harmados csillag lesz, ha nem több. Hát egy harmados, így van. Picivel több, mint egy harmad, de ja. Azt nézem, hogy lenne ez egy harmad. Azt hiszem megvan. De nincs. Hát mindegy. Ilyen nagyjából egy harmados, na. Nem fogok itt túlspirálni semmit. Jó. Azt mondtam, hogy most pont hol vannak a hercegnők. Mert akkor velük zárjuk le a kép. Az, ott beszélget szerezti a hercegnő. Luna hercegnő meg hol van? Tehát itt a Game Loft nem, Game Loft játékban nem is mondtam, de Luna hercegnőnek a külseit meg azért nem tetszik, mert itt megint túl lett korosítva. Legalábbis, hogy nagyon elti az eredeti kinézetétől, ahogy kinéz valójában, de mindegy. De tényleg, hol van? Még azt megnézem, itt vannak bele sprite-ok, jó. Discord bezeg most megtalál, ja, itt van Luna hercegnő. Hát csak azt mondom, hogy hát ez nem is hasonlít nagy, hát Luna hercegnőnek néz ki, de ez nem is hasonlít rá. Na mindegy, jó, itt van Celestia hercegnő, szóval, mint ahogy mondtam, mert ő már mióta meg akarom szerezni, igaz, hogy fotófinis is ebbe a kategóriába tartozik, de ő volt a nagy durranás. Jó. Szóval nem szoktam ilyet csinálni, tudjátok, hogy ilyen pónikat megveszek, de már tele volt a hócipom, hogy nem tudom ledurrantani szerezni a hercegnőt. És mondom, ilyen, hogy olyan póni kap bundle-t, ami... pardon. Tehát ami már régóta benne van a játékban, és kap bundle-t. Mert itt, hogy meg lehet őt venni bundle-ben. Hogy régóta benne van, meg lehet őt venni bármikor, mert gemes, és úgy, hogy meg lehet őt venni bundle-ben, ez új. Na mindegy, ne is ezzel foglalkozunk, a lényeg az, hogy végre megvan nekem is Celestia a hercegnő, ki tudtam melléje rakni még Lunát is, úgyhogy egyelőre ennyi lett volna már a My Little Pony Game Loft, és akkor legközelebb innen fogjuk folytatni, amikor elkészülök egy újabb küldetéssorral. De ezt most sem volt megcsinálni, mert ezt már nem bírtam ki. Úgyhogy, köszönöm minden kedves nézők a filmet, és viszlát a következő videóban, valamint külön minden Bróniak és Pegasitek pedig Bróf és viszlát!